Múlt hét első felében aratták a búzát Nyírtelek határában. A betakarítás szinte már valamennyi szántóföldön befejeződött a vármegyében és az ország egyéb területein. Úgy néz ki, rekordév lesz az idei. Az 1 millió hektáron elvetett búza nagyjából 5,5-6 millió tonna terményt jelent. Erre tehát nem lehet panasz az ágazaton belül, a gabona eladhatósága viszont annál inkább problémásnak ígérkezik. Magyarországnak egy évben nagyjából 2,5 millió tonna búzára van szüksége, a maradékot különböző országokba exportálják. Lakatos Zoltán, a Gabona Szövetség Gabona Feldolgozók tagozatának elnöke megkeresésünkre azt mondta, nagyon nehéz lesz teljesíteni az export célokat, részben az ukrán gabona jelenléte miatt. A baj azzal lesz, hogy itt átmenőben is van most körülbelül 500 ezer tonnányi búza Magyarországon, tehát itt ragadt a búza. Ugyanis hoztunk be Ukrajnából is körülbelül, vagy Ukrajna irányából hoztunk be körülbelül 450-500 ezer tonnányi búzát az elmúlt évben, és itt annak ugye az ugye nyomta mindenképpen az evévi készleteket. Tehát itt körülbelül 4 millió tonnát kellene kivinni exportra, ami szinte lehetetlen, mert legjobb békés időben is körülbelül egy 2,8-3 millió tonna búzát tudtunk kiszállítani. És a gond most azzal van, hogy ugyan befogták, vagy lefogta az Európai Unió az öt kelet-európai ország részére a búza beszállítást, de igazából azokat a piacokat, ahol mi szállítottuk az export búzánkat, azokat a piacokat az ukránok egy részben megszerezték. Ilyen például Románia és az egyik legmeghatározóbb exportpiac Olaszország. Oda korábban évente nagyjából 1,5 millió tonnát szállítottak Magyarországról. Most azonban Ukrajna jóval kedvezőbb árak és feltételek szerint viheti a terményt a mediterrán országba. Ezek a kedvezőtlen piaci változások a magyar búza árát is letörték. Ráadásul a lisztára is kedvezőtlenül alakult az utóbbi időben, Lakatos Zoltán szerint főként a malomipar rossz döntéseinek hatására. December hónap végével minden nagyobb malom az 3-5 havi készlettel fordult, ami ugye 135-140 forintos búzák voltak. Most ugye egyes malmok közülünk úgy gondolták, hogy ők akkor tudnak ettől leghamarabb megszabadulni, hogy halál mennek 30-40 forinttal a lisztárával a többieknek, és akkor megpróbálják a drága búzájukat hamarabb eltapsolni. Na most ebből azt következett, hogy akit megtámadtak, az meg gyorsan nem 30 forinttal ment vissza, hanem abban a pillanatban 40 forinttal vitt el az állat a lisztjének azért, hogy elnevezte a piacát. Így azt kell, hogy mondjam, hogy a malomipar megelőzte a búzának az átcsökkenését, és már egy hónapja beárasztuk a lisztet arra az ára, ami most jelenleg beállt búzából a 60-62 ezer forintos árakra. Már akkor beárasztuk, tehát itt már én nagyon szomorú lennék, hogyha még további lisztárcsökkenés lenne, mert ez a jelenlegi is már a veszteség határát súrolja, úgy gondolom. Az elmúlt napok fontos híre volt még, hogy Oroszország hivatalosan is kilépett abból a megállapodásból, amely lehetővé tette, hogy Ukrajna gabonát exportáljon Fekete-tengeri kikötőjén keresztül. Lakatos Zoltán ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, a hazai ágazatra ez a döntés jelentős hatást várhatóan nem gyakorol. Törökországnak viszont mielőbb meg kell állapodnia Oroszországgal, hogy a közel-keleti országok se maradjanak ellátatlanul.